Mi egyedül a Krisztus keresztjével dicsekszünk, mert általa van váltságunk és üdvösségünk. Pál apostol Galatákhoz írott levelével szeretettel köszöntöm a gyülekezetet nagy csütörtök estéjén. A mai napon nagy csütörtök két eseményére figyelünk, a lábmosásra és az utolsó vacsorára, és mindarra, amit a kettő üzenetként megfogalmaz számunkra. Isten tegye áldottá nagy csütörtöki visszaemlékezésünket, hogy mindaz, ami történt, elevenné váljon bennünk, maivá, és megérintse szívünket és életünket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mi egyedül a Krisztus keresztjével dicsekszünk, mert általa van üdvösségünk és váltságunk. Magasztalom az Urat teljes szívemből, az igazak körében és a gyülekezetben. Eledelt adott az őt félőknek, váltságot küldött az ő népének. Örökkévalónak rendelte szövetségét, szent és félelmetes az ő neve. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal,
Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajta megváltom drága vére. Tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, és így imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, aki azt akarod, hogy szenvedésedről emlékezzünk, és halálodat hirdessük, valahányszor egybegyülekezünk templomodba, igédet hallgatjuk. Add, Uram, hogy részesüljünk megváltó munkád gyümölcseiben, s ha még ezekben a vészterhes hónapokban nem is tudunk az úrvacsora vétel áldásával élni, emlékeztess bennünket ezen a napon, hogy értünk töretett meg drága tested, s értünk ontatott ki drága véled, hogy megújult élettel magasztaljunk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Nagy csütörtök estéjén hallgassuk meg az oltár előtti felolvasású rendelt igéket. A levélbeli igét megírva találjuk Pál apostol korintusiakhoz írott első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől a következőképpen. Isten igéjét helyünkről fennállva hallgassuk. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, és issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. A lekció olvasását folytatva, immáron helyünket elfoglalva hallgassuk meg a lábmosás történetét, amelyet megírva találunk a János írása szerinti evangélium 13. fejezetében, az első 15 versben, eképpen. A húsvét ünnepe előtt Jézus, jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Jól lehet, szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskariótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus, jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni is azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben
Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá. Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre azt mondta neki. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt, a fejemet is. Jézus így szólt hozzá. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta. Nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostom a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet,
az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mind örökké. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt az Ószövetségi Szentigét, amelyet 2021 nagy csütörtök estejére kijelöltek. Az igét megírva találjuk a második mózesi könyv 24. fejezet első versétől a következőképpen. Az igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezután azt mondta az Úr Mózesnek, jöjj föl az Úrhoz, te és Áron, Nádáb és Abihu, és Izrael vénei közül 70-en, és boruljanak le előtte, távolról. Csak Mózes közeledjék az Úrhoz, ők pedig ne közeledjenek, és a nép se jöjjön fel vele. Elment tehát Mózes, és elmondta a népnek az Úr minden beszédét és rendelését. Erre az egész nép egyhangulag így felelt, mindazt megtesszük, amit az Úr parancsol. Mózes pedig följegyezte az Úr minden beszédét. Reggel fölkelt, oltárt épített a hegy alatt, és 12 oszlopot Izrael 12 nemzetsége szerint. Azután odaküldte Izrael ifjait, és égő áldozatokat áldoztak, és bikákat öltek hála áldozatul az Úrnak. Mózes pedig vette a vér felét, és a medencékbe töltötte. A vér másik felét pedig az oltárra hintette. Azután vette a szövetség könyvét, és elolvasta a nép hallatára. Mire azt mondták, mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Mózes pedig vette a vért, ráhintette a népre, és azt mondta, íme a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött veletek, ezen igék szerint. És hangozzék el még az új szövetségből, Máté 26-ból, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. És később Máté 27-25-ben, és felelt az egész nép, és mondta, az ő vére mi rajtunk és fiainkon. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Foglaljunk helyet. Szeretett testvérek, nagy csütörtök, nagy hét, nagy péntek, nagy csütörtök. Az első nagy csütörtök, hogy is zajlott? Ez a páska vacsora. Ezen, ahol a tanítványok együtt voltak, páska vacsorás halk atmoszférája volt a 12 tanítvány gyülekezetének. Az asztalon a szokásos teríték, keserű füvek, kovásztalan kenyér, vörösbor. A lehelyezett mécsesek imbolygó fénye megnyújtja az alulról megvilágított arcokat. Ez nem rivalda fény. Nincs dicsfény, pedig a világ legünnepélyesebb szövetség kötésének jegyei is ott vannak a sulhán árukon, magyarul a terített asztalon, a terített asztal abroszán. A 12 elhívott és meghívott nem is sejti, hogy mi fog itt történni. Csak mártogatnak, mártogatnak, kortyolgatnak, kortyolgatnak. Talán a virágvasárnapi pálmágas bevonulás a téma egyik-másik között, vagy a templom tisztítás asztal borítgatását fölemlegetve kuncognak a megszeppent pénzváltók magatartásán. Talán páran az ismeretlen vadonatúj terem berendezését nézegetik. Mámorító a bor, a fényviszonyok tompítják a kedélyeket, a megszokott vallásos szertartás bársony puhává csendesíti a mulóidő lépegetését. Bársonyon futnak perceig a költő szavait kölcsönvéve. Eltompulnak a félelmetes élmények, a villogó írástudói tekintetek, a gyermekéneket betiltó parancsszavak, a várfalon megcsillanó dárdahegyek. Eltompulnak. A beletörődés időmulatása telepszik a lelkekre. A drámai templomtisztítás jelenete is ideológiás történelem szemléletté sablonizálódnak, és belopakodik a fejekbe a Jézus a forradalmár fogalom. Így születnek meg a torz dogmák,
torz teológiai tételek. Így alakulnak ki a senkinek nem ártó, minden nagyon szép és jó prédikációs sablonok az első nagy csütörtököt követő 2000 esztendőre. Így tompul a virágvasárnapi bevonulás szép emlékké, népi szokássá, népi játékká, hagyományjá. A templom tisztítás a hagyományok elleni lázadás fogalmává. Így föl se tűnik, hogy nem csak a kufárokat űzte ki a messiás a templomból, hanem úgy tűnik minket is, immár egy éve üresek a templomok. Mert talán mi is kufárok vagyunk. Igen, a szónak az átvitt értelmében és gyakorlatilag is. És nincsen profétai szó, mely fölmerné szólítani Isten népét a megtérésre most, legalább most. Mert már nagyon jól ismerjük a koronavírust, és képtelenség mindezt társítani az Isten ítélet demagógiájával, ugyan már? Vagy mégis? Hol a prófét, aki megmeri mondani, bőjt, ahogyan régen mondták, szórjatok hamut a fejetekre, öltözetek zsákruhába, és Ninive megtér, és Jeruzsálem megtér. Nincs prófétai szó, mely most nem a fáraóknak és a császároknak üzenne éles szavakkal, hanem a jólétbe, a békességbe beleszunnyadt, támogatott kereszténységnek. Így hiába lesz ezen a páska vacsorán, egy valaki közületek elárul engem bejelentés. Mert a tompult gondolatokban, az idillikus kényelemben költői kérdések indulnak dominó dőlésszerűen, az én vagyok az Uram formában. És senki nem veszi észre, hogy eljött az ideje az első keresztjén úrvacsora előtti gyónásnak. Mert a gyónási kérdése nem kérdéssel kell válaszolni, én volnék az Uram, hanem azt kell mondani szívből, nem csak úgy betanultam, szívből vallom, bánom, vallom, hogy bűnös vagyok. Nem a másik ember Júdás bűnére kérdez a gyónás, hanem az enyémre. Ezért mondom, vallom, bánom, hiszem. Ha kérdezel, ha a gyónásra visszakérdezel magadban, nem nyilvánosan, mert nem illik megzavarni a szertartást, de magadban én bűnös lennék, akkor te mentegetőzöl. Én volnék az Uram. Mert a kérdés mögött ott van a mentegetőzés. Könnyebb egy Júdásra terelni ezen a gyónáson a figyelmet. És nem magyarázzuk félre, hogy persze igaz, Jézus annyira szerette őket, hogy nem is vették észre, hogy ki az, aki közülük másmilyen. Jézus annyira nem különböztette meg őket, de mindenkinek szól a kérdés. Mindenkire vonatkozik, hogy egy közületek, mert nem sokan árulunk, nem tömegbűnözés van, hanem egy. Az én személyes bűnöm. És el kell gondolkodnom, ha nem is Júdás vagyok, és nem is az arany, vagyis az ezüst pénzek, a 30 ezüst pénz, foglalkoztat, és nem is a vagyon, de mégis hányszor árultalak el, Úr Jézus, bevallom, elárultalak. Nem kérdezek vissza, hogy én volnék az, hanem tudom, én vagyok az. Hány mentegetőző gyónásunk volt, testvérek, ébresztő. Ébreszte föl az Úr kegyelmes ítélete, már egy éve nincs gyónás, nincs úrvacsora. Ébresztő keresztény világ. Nem veszük észre, hogy a krisztusi kérdés nem leleplező, nem panaszkodó szó, hanem mindenkinek szóló gyónási kérdés. Az első keresztény úrvacsora előtti gyónás nagy csütörtök este. Mivel nem kérdezel vissza, ott fogsz aludni pár méterre, a véres verítékkel szenvedő megváltód mellett. Mert az ő szenvedése nem a korbács ütésekkel kezdődik, és a köbdöséssel,
hanem a Gecsemáné kerti magányba. Nem a betegség a legfájdalmasabb, hanem a látogatási tilalom a Covid miatt, mondják el sokan. A bajt, a fájdalmakat elviselném, a légszomjat, a borzasztó gyengeséget, de a legelviselhetetlenebb fájdalom, a leginkább betegítő, hogy nem jöhet be a feleségem. Nem látogathat meg a gyermekem, a hitvesem is az. Nem lehet mellettem az édesanyám. Nem az árulás a legfájdalmasabb Krisztus számára, hanem a tanítványos alvás. Nem a kereszten a szögek helye, a lándzsadöfés, a fájdalmas, ami megváltónknak, hanem az alvó gyülekezetek. A figyelmeztető járványok idején is alvókra. És hiába megdöbbentő szavak, ez az én testem, ez az én vérem, a tanítvány csak hallgat. Nem szól, nem kérdez semmit. És éppen ezért, mint mondtam, künn a kertben, mivel nem kérdezel rá, hogy hogyan, jól mondtad, ez a te tested, ez a te véred? Folytatódik ez a tompultság, folytatódik ez a jól neveltség, hogy nem kérdezem meg, ha nem értem. És künn a kertben már csak, nem csak hallgatok, hanem már alszunk is. És hiába volt 2000 év alatt a szó, ez az én testem, ha a tanítvány ma is a gyónás nélkül alszik, míg az ura a kertben. A Covid kertben imádkozik. És lépjünk egy nagyot. 2021 nagy csütörtök. Már a kijelölt Ószövetség igénk egy első nagy csütörtök előtt több száz évvel megtörtént eseményt hoz közelbe. Egy régi szövetségkötésre visz el bennünket vissza. Az igehirdetés alapigéje fényes ünnepről szól, egy csodálatosan magasztos szerződés kötésről. Már föl is villan a nyitókép, vakító fény a Horeb csúcsán, szinte halljuk a fanfárok, a sófárok kürtzengését, a kordonnal feltartóztatott nép tapsol, hallelujázik, míg az ünneplőbe öltözött nagykövetek élén Mózes, elindul a szerződés a paktum átvételére. A hegy felőli a szerződő, a teremtő Isten, a világ teremtő Isten, és a völgy felőli a választott nép képviselője, a folyóból kimentett Mózes. Találkoznak, hogy az utóbbi átvegye a mindenható választott népével, és fogjuk tudni később az egész világgal kötendő szerződésének az alapját. Az ünnepi beszéd a szerződés felolvasása maga. A tömeg hallgat, majd mennydörög a torkukon a fogadkozás. Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Itt nincsenek ügynökök. Nincsen ügynökök által osztogatott, magasba tartandó táblák, tacepaok. A tömegkórus nem vezényli egy hadvezér karnagy, mégis együtt hangzik, mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Testvérek, ez itt nem pánemet circenzész csőcselék. A kenyeret és a cirkuszt igénylőknek a tömege. Ez itt a teremtő, ritmusára lüktető, élő gyülekezet, ilyennek kéne lenni nekünk is. Minden alkalmon egymással találkozva, erős várom Istenünket köszönve elmondani, hogy mindent megteszünk, amit az Úr parancsol, és engedelmeskedünk. Igen, az a baj, hogy ez nagyon szép volt, de valami elmaradt, ugyanúgy, mint ma. Minden szép és jó, de valami hiányzik. Minden szerződés előtt kell az önvizsgálat. A szövetség kötések, a szerződések ugyanis nem egyoldalú megállapodások, neked nem csak aláírni kell,
mert neked nem csak jogaid vannak benne rögzítve, hanem kötelességeid. Megfelelési nyilatkozataidnak is benne kell, hogy legyenek. Az úrvacsora ünnepének tartjuk nagycsütörtököt, és így is van, de ma hadd ismerjük föl, hangsúlyozzuk ma ki, hogy nagycsütörtök a gyónás ünnepe is, mert nincs szerződés, szövetségkötés önvizsgálat nélkül. Nincs úrvacsora gyónás nélkül. Sőt, az apostol hangsúlyozza, hogy a bűnbánat nélküli úrvacsora áltokká válik. Hallgassuk csak 1 Korintus 11.27. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak a poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Következő versben, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, amire kimondja Jézus, hogy ez az új szövetség. Próbáld ki magad, mikor magadhoz veszed. Próbáld ki magad nagy sütörtöki gyónással. Próbáld meg azért magadat, hogy úgy egyél a kenyérből, és úgy igyál a pohárból. 2021 nagy csütörtökén, amikor már második alkalommal nincs gyónás és úrvacsori közösségünk, imádkozzunk a teremtő covidos haragjának megszüntetésért. És ezt az imádságot kezdjük gyónással. Most hagyjunk föl ebben a szükséghelyzetben a hagyományos formákkal, és akik részt vesznek ezen az Isten tiszteleten, vagy akik később nézitek meg ezt a mostani fölvételről készült Isten tiszteletet, és ide juttok, álljatok fel, és feleljetek a gyónás 5 kérdésére, hogy Urunk 5 sebéből ömrő vér megtisztítson, és alkalmassá tegyen egy valódi úrvacsorai közösségre. Álljatok hát föl, és feleljetek komolyan. Testvérem az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájára gondolva különleges módon gyónunk, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok a te Istened, ne legyen más Istened, nevedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét és semmiféle tulajdonát, mert én az Úrat Istenet féltőn szeret Isten vagyok, aki megbüntettem az atyák bűnét a fiokon, harmad és negyedízik azokon, akik gyűlölnek engem, de kegyelmet gyakorolok, ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják az én parancsolataimat. Ezek után valóban állva feleljetek a gyónási kérdésekre. Most megkérdezem itt, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Vallom. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Bánom. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottál. Igyekezel ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezem. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusét megbocsát a megtörő bűnösnek? Hiszed. Akkor most mondd el velem együtt a gyónóimát. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Szeretett testvérek, így kerül sor ebben a prédikációban, vége felé haladva egy áldásra emelt kézre. Testvérem, Isten megkönnyörül mindenkinek, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. Amikor föltámadós után ezt mondta tanítványnak, békesség néktek, ahogy engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért mindazoknak, akik bánják bűnöket, az Úr rendelése szerint hirdetem,
itt, ezen a formán keresztül is hirdettem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyetek a földön és a mennyben. Készítsen föl ez a gyónás benneteket az első csodálatos úrvacsorára, és ha nem tenné, és ha elszólít addig az Isten, tudd meg, hogy megbocsátottak Jézus Krisztusért a te bűneid. Amen. Szeretett testvérek, valóban kellett nekünk ez, kell nekünk. Nagy csütörtök nem csak az úrvacsora, hanem éppen a gyónásnak az ünnepe. Áldja meg az Úr a személyes gyónásodokat. Higgyetek, hogy fölkészítette az Úr vacsorára benneteket, amiért naponként imádkozunk a járvány megszüntetésért. Szokás szerint itt Szentendrén a következő percekben oltárfosztás lesz. Ma is bemutatja ezt lelkészünk Olivér. A múlt heti felnőtt biblióránál el is mondta, hogy nagypéntekre nem lehet semmi dísz az oltáron. Most hadd mélyítsem el ezt a gondolatot. Ne csak arra gondoljunk, hogy a gyász fájdalma művelteti ezt velünk, hogy eltüntettünk minden díszt. Gyermekkoromban, amikor meghalt a kis testvérünk Tamáska, emlékszem, hogy édesanyám nem csak azzal gyászolt, hogy feketébe öltözött, hogy feketébe öltöztetett bennünket is, hanem az előszoba, megdöbbenve vettem észre, az előszoba fényes tükrét is letakarták egy fekete kendővel. Deák téren ilyenkor fekete leppel takarja az oltárképet. Milyen szép kifejezők ezek a szokások a gyászra. Ma mégis lépjünk tovább az üzenet keresésében. Az oltárfosztásnál valóban fosszuk meg hitéletünket minden általunk hozott áldozattól, dísztől, virágtól, drága terítőtől. Miért? Mert csak a bárány, az Isten báránya méltó arra, hogy ott legyen az oltáron. Hogy az ő áldozata legyen ott. Kiábrázolhatatlanul, ezért üres az oltár. Láthatatlanul, ezért üres az oltár. Hogy soha többé egy felekezet se akarjon áldozatot bemutatni ezután, hanem fogadjuk el az egyetlen, a láthatatlan áldozatot, amely egy helyen látszik majd, a mi arcunkon és életvitelünkön. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Teremtő Urunk, te asztalt terítesz a világnak. A közel 8 milliárd embert is eltartod. Az éhezés csak a mi bűnünk, és amiért fordul elő. Asztal terítesz a természetben. Köszönjük, hogy fiadban új asztal közösséget szereztél, új asztal terítettél. Jézus Krisztus Urunk, köszönjük az első gyónási lehetőséget, amelyet most felfedeztünk az utolsó vacsorán, az első gyónást. Köszönjük, hogy megmutattad, hogy a veled kötött szövetség hogyan lesz javunkra, hogyan lesz valósággá a gyónás megtisztulásával. Bevonulásod után az úrvacsora szerzés előtt megtisztítottad a mi testünket, mint templomot. Mert tudjuk az igéből, hogy a testünk a Szentlélek temploma, te ezt megtisztítod a gyónással. Köszönjük ezt a gyónási templom tisztítást személyes életünkben. Szentlélek Isten, segítsd esedezésünket, hogy megtisztulva visszakerülhessünk templomainkban, közös éneklésre, testvéri kézfogásra, és ima közösségre, ige hallgatásra, gyónásra és úrvacsorára. Amen. Thank you.
nagy csütörtök estéjén is hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Alázatos Jézus, te lehajoltál tanítványaid lábaihoz, hogy megtanítsd őket az igaz szolgálatra. Megmutattad azt, hogy egyik ember nem különb a másiknál, és hogy tanítványaid erős bizonyság tétele lehet ebben a világban a lehajló szeretet, az irgalom. Szeretnénk hozzád hasonlóvá lenni, és nagy csütörtökön megerősödni abban, hogy másokért élni és jónak lenni nem csak jó, hanem felemelő. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Közösséget teremtő Istenünk, az utolsó vacsorán megértetted velünk, mit jelent testednek feláldozása, vérednek kiontása. Régóta szenvedjük az úrvacsora hiányát, amelyben veled és egymással van közösségünk. Nagy csütörtöki fohászunk, hogy vess véget a pandémia által okozott közösségrombolásnak, hogy újra együtt érdelhessen gyülekezeted a te oltárod előtt. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Hűséges Istenünk, te akkor is megtartod a velünk kötött szövetséget, ha mi hűtlenek vagyunk hozzád. Köszönjük neked, hogy a Jézus Krisztusban kapott új szövetséget naponként megújítod. Kérünk, bocsáss meg nekünk, ha neked tetsző ígéreteinket megszegjük, és nem mondj le rólunk akkor sem, ha emberileg érdemtelenné váltunk szeretetedre és törődésedre. Végül csendesíts le minket a keresztefeszítésed előtti napon, és készíts fel lelkünket a nagypénteki visszafogottságra. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Urunk, hallgass meg azt az imádságot, amit tanításod szerint együtt így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nagy csütörtök estéjével elkezdődött valami. Talán mi magunk is érezzük. Holnap nagy péntek van. Aztán pedig a feltámadás ünnepét ünnepeljük a gyülekezettel. Olyan módon, hogy hajnal 5 és 6 óra között várom a testvéreket a tavalyi gyakorlatunkhoz hasonlóan, a templomunk előtt hatalmas nagy húsvéti gyertyánkkal, amelyről a lángot el lehet vinni otthonainkba, hogy a húsvéti feltámadási asztalunkat díszítse, emlékeztetve Jézus feltámadására. És a testvéreknek egy-egy áldást szeretnék adni a láng elvételét követően a templom előtt, húsvéti áldást, amely meg akar bennünket erősíteni feltámadás hitünkben. Nem csak 5 és 6 között, hanem délelőtt 9 és 10 óra között is várjuk a testvéreket a távolságtartás és egyéb szabályok szigorú betartása mellett. Most azonban még nagypéntekre figyelünk. Ezért, ami gyülekezetünkbe szokássá vált, oltárunkat megfosztjuk díszeitől. Éljük át együtt, mit jelent így nagypéntekre készülni. Éljük át együtt, hogy Krisztus is megüresítette önmagát, így adta át magát a megváltás titkának, a halálnak, hogy aztán feltámadhasson. A következő csendes percek tehát szóljanak az oltárfosztásról, és mindeközben ne felejtsük el, hogy Isten áldása velünk marad, hiszen kérjük.
Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.